Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást, örömmel tettem eleget, hiszen egy olyan fontos témáról esik itt ma szó, amely nem csak Magyarország, hanem egész Európai Unió számára foglalkoztatás tekintetében meghatározó jelentőségű. Hasonló problémákkal küzdünk, ezért reményeink szerint a megoldásokat is hasonló elvek mentén kell keresnünk, és reményeink szerint meg is találnunk. Ha megengedik, először kitérnék néhány mondat erejéig a éves növekedési jelentés és különösen az ahhoz kapcsolódó közös foglalkoztatási jelentésben foglaltakra. A jelentésekben megfogalmazott prioritások kiemelten fontosak az Európai Unió egészének növekedése és az unión belüli foglalkoztatottság javítása szempontjából. Fontos, hogy a gazdasági növekedés beindítása, a foglalkoztatás növelése, az államadósság fenntartható szintjének biztosítása mellett a versenyképesség javítása, a munkanélküliség és a válság szociális hatásainak enyhítésére is figyelmet fordítsunk mind uniós, mind hazai szinten. Ezen prioritásokkal összhangban a magyar kormány legfontosabb célkitűzése továbbra is a tartós foglalkoztatás barát növekedés, a foglalkoztatottság és a munkahelyek számának növelése. A magyar munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása nemzetközi összehasonlításban az alacsony foglalkoztatottság, ami alacsony munkaerőpiaci aktivitással párosul. Nem csak önmagában az alacsony foglalkoztatottság okoz problémát, hanem számos egyéb strukturális probléma is feszíti a magyar foglalkoztatottságot. Egyrészt a óriási területi különbségek, amelyek az országon belül megvannak. Vannak olyan régiók, amelyek 4-5-6%-os munkanélküliségi rátával bírnak, ugyanakkor más régiókban ez a ráta akár a 40%-ot is eléri, természetesen kisebb területekre lebontva. Ez óriási különbség, és ilyen különbségekkel hosszú távon nem lehetünk sikeresek a foglalkoztatás növelésében. A másik probléma, hogy nem a területi különbségek mellett igen jelentős eltérések mutatkoznak az iskolai végzettség szempontjából, ha vizsgálódunk. A diplomások munkanélküliségi rátája az nagyságrendileg hasonló az Európai Uniós átlaghoz. Nincs jelentős eltérés a szakképzettséggel rendelkezők körében sem, viszont óriási eltérés van az alacsony iskolai végzettségűek tekintetében, több mint 40%-kal rosszabb a helyzet, a magyar helyzet az uniós átlagnál, tehát ha mi a foglalkoztatási szintet javítani akarjuk, akkor nekünk ezen a területen nagyon sok teendőnk, nagyon sok dolgunk van. Egy nagyon lényeges elem a munkanélküliség újratermelődésének a megakadályozása. Ez pedig a képzési rendszerben találjuk meg erre a megoldást, a megoldás kulcsát, a lehetőséget. A szakképzés rendszerében, a felnőtt képzés rendszerében, és ide veszem igen szorosan a felsőoktatás problémakörét is, hiszen ha a munkaerőpiaci igények és a képzésből kibocsátottak szakképzettsége, képzettsége nincs szinkronban egymással, akkor gyakorlatilag ez a küzdelem, ez egy örökké tartó küzdelem lesz, hiszen nem leszünk képesek egyensúlyba hozni a keresleti és kínálati oldalt. Azért néhány pozitív dologról hadd számoljak be önöknek. Az elmúlt időszakban erőfeszítéseink eredményeként, amint azt a közös foglalkoztatási jelentés is elismeri, Magyarország azon EU tagállamok közé tartozik, ahol a munkaképes korú népességben a foglalkoztatottak aránya, és ennek megfelelően az aktivitási ráta jelentősen növekedett az elmúlt években, a munkanélküliség pedig számottevően csökkent. Ha ezt számadatokkal szeretném alátámasztani, akkor azt tudom mondani, hogy 2012-re a 20-64 éves korcsoportban a foglalkoztatási ráta elérte a 62%-ot, ez ugyan még lényegesen alatta van ugye a 75%-nak, amit az Európai Unió ugye 2020-ra kitűzött, de 1,4% pontos emelkedést jelent 2011-hez képest.
A legfrissebb adatok szerint idén augusztus-októberben megközelítette a 4 milliót a foglalkoztatottak száma, amely 1992 óta nem volt ilyen magas szinten. Ez egy nagyon komoly eredmény. Láttunk, voltak olyan időszakok Magyarországon, amikor 4-4,5%-os GDP növekedés mellett is stagnált a foglalkoztatás. Most egy relatíve stagnáló gazdaság mellett sikerült nem csak szinten tartani, hanem valamelyest növelni is a foglalkoztatási szintet, és ez nem csupán a migrációból és a közfoglalkoztatásból táplálkozik, hanem a versenyszféra is jelentős mértékben hozzájárult ehhez a növekedéshez az elmúlt években. A munkanélküliségi rátát tekintve jelen pillanatban 9,8%-os a magyar munkanélküliségi ráta. Ez valamivel jobb, mint az uniós átlag jelen pillanatban. Ez is egy nagyon fontos és azt gondolom becsülendő eredmény. 29 ezerrel vannak most kevesebben a regiszterben, a munkahelyi regiszterben, mint 2012 azonos időszakában. Magyarországon, ahogy számos más EU-s tagállamban is, továbbra is igen nagy kihívást jelent a fiatalok foglalkoztatási helyzetének a javítása. Ja, nem véletlen, hogy az Unió is erre a területre meglehetősen komoly erőfeszítésekkel készül és koncentrál. Valóban Magyarország is, ugye az uniós viszonylatban ugyan nem vagyunk abban a 8 tagállamban bent, ahol 30% fölött van a munkanélküliségi ráta, de 27-28-29% környékén vagyunk, veszélyeztetett zóna, ha szabad így fogalmaznunk, tehát sok a teendőnk és sok a feladat ezzel kapcsolatban is. És én azt gondolom, hogy ha valahol nyomon lehetett követni az elmúlt időszakban, hogy az adott kormány foglalkoztatás politikai eszközei vagyon hogyan hatnak a foglalkoztatásra, valóban hatékonyak-e ezek az eszközök, akkor engedjék meg, hogy azt a magyar tapasztalatot megosszam önökkel, hogy Magyarországon a foglalkoztatási szint 2010. augusztusa óta folyamatosan nő a 15-74 éves korosztály tekintetében, de nem volt ez igaz a 15-24 éves korosztály tekintetében egészen 2012 őszéig. Ebben a szegmensben csökkent a foglalkoztatási szint, nem jelentősen, de csökkent. Ekkor indítottunk be úgynevezett első munkahely garancia program címén egy olyan programot, amelynek az a lényege, hogy ha a munkáltató olyan fiatalt foglalkoztat, akinek van szakképzettsége, vagy ha nincs, akkor betanított munkásként, aki pályakezdő, és ugye lehetőséget biztosítunk számára, hogy megszerezze azt a munkatapasztalatot, amelyet mindig számon kérnek tőle, amikor szeretne elhelyezkedni, de hát hogy szerezze meg, ha nincs rá esélye. Ez egy 4 hónapos program volt. Szeptembertől decemberig a bér és járulékok 100%-át támogattuk a munkáltatóknak. 7600 fiatal tudott ebben a programban elhelyezkedni ez alatt a 4 hónap alatt. Ez akkor érdekes, ha hozzáteszem, hogy olyan 200 ezer fiatal dolgozik Magyarországon ma, 230 ezer és 200 ezer közt mozog a 15-24 éves korosztályban, tehát nem jelentéktelen a szám. És januártól nem lett volna foglalkoztatási kötelezettség, tehát magyarul elengedhették volna ezeket a fiatalokat, ennek ellenére a mai napig több mint 4000-en dolgoznak abból a 7600-ból ott azon a munkahelyen, ahová fölvették. Magyarul beváltak a fiatalok. Ennek sikerén fölbuzdulva az idén is meghirdettük ezt a programot. Március óta újra él, és arról tudok önöknek beszámolni, hogy csak az idei évben több mint 7000-en vették, már 7000 fiatal után vették igénybe ezt a támogatást. Zárójel bezárva, tehát igenis vannak, léteznek olyan programok, olyan programelemek, amelyek mentén a foglalkoztatásban hatékonyan tudunk eredményeket elérni. Persze nem szabad elfeledkezni azokról a fiatalokról sem, akik sem a foglalkoztatásban, sem az oktatásban vagy a képzésben nem vesznek részt, ugye a NEET. Ezen fiatalok aránya továbbra is magas EU-szerte, és ez utóbbi 2 évben Magyarországon
Az EU 12,9%-os átlaga fölé emelkedett ez a ráta, ez az arány. A közös foglalkoztatási jelentésben megfogalmazott korábbi évekhez hasonló prioritások, úgy mint aktív munkaerőpiaci eszközök és munkanélküliek képzésének, aktív támogatásának megerősítése, a foglalkoztatási szolgálatok teljesítményének javítása, ifjúsági garancia megvalósítása, bérek termelékenységet követő alakítása, a munkahelyteremtés támogatása, a munkaerő mobilitás elősegítése, oktatás és képzés modernizálása, beleértve a duális szakképzést, szociális védelmi rendszerek teljesítményének javítása, mind összhangban állnak az elmúlt években bevezetett kormányzati strukturális reformokkal, intézkedésekkel. A fiatalok foglalkoztatási helyzetére tekintettel különösen fontosnak tartom a fiatalok munkanélküliségét visszaszorító, az Európai Tanács ajánlását követő kormányzati intézkedések, hosszabb távon ható reformlépések nyomon követését, az ifjúsági garanciarendszerek bevezetésének tapasztalatainak megosztását, ami továbbra sem kerülhet le az európai közpolitika napirendjéről. Mindezek után a következőkben szeretném kiemelni a magyar kormány által az Európa 2020 stratégiában foglalt célkitűzésekkel összhangban foganatosított főbb a munkaerő mobilizálását és a foglalkoztatás növelését célzó intézkedéseket. Talán az egyik legfontosabb jogszabály, amelyet az elmúlt időszakban megalkottunk, az az új munkatörvénykönyve, amely 2012. július 1-től van hatályban Magyarországon. A célunk az új kódexsel egyértelműen a rugalmas foglalkoztatás lehetőségeinek a megteremtése volt a munkavállalók megfelelő szintű biztonsága mellett. A válság egyértelműen rámutatott arra, hogy azokban az országokban, ahol a rugalmas foglalkoztatás feltételei nincsenek meg, ott drasztikus, jelentős, egy válság hatására drasztikus, jelentős mértékű foglalkoztatás csökkenés valósulhat meg viszonylag rövid idő alatt. Magyarországon hirtelen ott másfél év alatt 130 ezer embernek szűnt meg a munkahelye, és ez egy ilyen 4 milliós állománynál, ez egy nagyon nagy létszám, nagyon magas létszám. Ezért gondoljuk, hogy fontos az új munkatörvénykönyve. Fontos változás jelentett a magyar adórendszer olyan irányú átalakítása, amely a munkát terhelő adókról a fogyasztásra terheli az adóztatást. Az általános járulékcsökkentés helyett bevezettük a célzott járulékkedvezmények rendszerét, és azt gondolom, hogy jó döntés született, amikor emellett döntöttünk, hiszen a munkahelyvédelmi akciótervnek hívjuk ezt mi itt Magyarországon. Ugye az a lényege, hogy nem amellett döntöttünk, hogy általánosságban a 27%-os járulékot 1-2%-kal csökkentjük általános szinten, hanem ott csökkentünk, és drasztikusan, ahol a legnagyobb a baj foglalkoztatás szempontjából, ezeket pedig évek óta tudjuk, hol a legnagyobb a gond, a 25 év alattiak, az 55 év felettiek, és a 25-54 év közötti szakképzetlenek esetében. Tehát ez az akcióterv arról szól, hogy azok a munkáltatók, akik ebben a szegmensben, ebben a csoportban foglalkoztatnak, jelen pillanatban is, a járulék kedvezmény mértéke az fele tulajdonképpen a ténylegesen fizetendőnek, tehát a 28%, 28,5% helyett 14-14,5%. Ez egy jelentős kedvezmény. Az a csoport, amely ezt igénybe tudja venni, elméletileg nagyjából 1 millió ember, ez a három csoport, amiről beszéltem, és a legutóbbi adatok alapján több mint 740 ezer ember után vették igénybe ezt a kedvezményt. Ez tehát elsősorban nem új munkahelyeket generál, hanem a meglévő munkahelyeket erősíti azáltal, hogy ha adott esetben a munkáltató létszámmozgáson gondolkodik, akkor ne ezek a veszélyeztetett csoportok jussanak elsődlegesen eszébe.
De emellett természetesen új munkahelyek teremtésében is segít, ott még nagyobb kedvezményeket tudunk biztosítani egy új belépő létszám esetében. A következő, amit fontosnak gondolok megemlíteni, ugye a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban a munkahelyvédelmi akcióterv mellett, ugye már az előbb említettem az első munkahelygarancia programot, de emellett van egy gyakornoki program is, aminek az a lényege, hogy azok a munkáltatók, akiknél tanulószerződéssel volt korábban a szakképzésből kilépő tanuló foglalkoztatva, bizonyos ideig jelentős bér- és járulék támogatást adunk azért, hogy az iskola befejezése után ne a négy fal között kelljen kezdeni az életét, hanem ha támogatással tudja foglalkoztatni tovább a munkáltatója, akkor szerezze meg azt a munkatapasztalatot, ami számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez feltétlenül fontos. Itt nagyságrendileg egy olyan 2-3 ezer fiatalt szeretnénk megszólítani ezzel a programmal. Segítjük a fiatalok vállalkozóvá válását, ezek mind uniós források segítségével tudjuk ezeket a programokat működtetni. Ez is egy nagyon lényeges dolog. A vállalkozóvá válás iránti érdeklődés is jelentős a magyar fiatalok körébe. Ennek ellenére mindent egybevetve is még nagyon az uniós átlag alján vagy az alja környékén vagyunk. A vonatkozó európai tanácsi ajánlással összhangban idén megkezdtük az ifjúsági garancia, ifjúsági oktatási, felzárkóztatási és foglalkoztatási képzési intézkedéseket tartalmazó fokozott szektorközi együttműködést. A Magyar Ifjúsági Garancia Akcióterv a napokban kerül benyújtásra az Európai Bizottság számára. Egy másik nagyon jelentős foglalkoztatás szempontjából jelentős szegmens a nők foglalkoztatásának a témaköre. Ugye Magyarországon hosszú évek, évtizedek óta a férfiak foglalkoztatási aránya lényegesen jobb, mint a nők foglalkoztatási aránya. Ugye emögött számos hatást tudunk figyelembe venni. Elsősorban talán a családtámogatási rendszer, illetve a gyesrő-gyedről visszatérő édesanyák munkába helyezésének, munkába állásának a lehetősége az, ami az elmúlt időszakban talán kevesebb figyelmet fordítottunk. Ez most megváltozik, illetve már a korábbi időszakban is megváltozott, hiszen jelentős kedvezményt kínálunk azoknak a munkáltatóknak, akik a gyesrő-gyedrő visszatérő édesanyákat szeretnék foglalkoztatni. Ez részben a munkatörvénykönyve alapján jogszabályi környezet mentén, részben pedig a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzésével, tehát az a munkáltató, ahová a korábban ott dolgozó édesanya visszatér, kvázi köteles foglalkoztatni részmunkaidőben, most már nem csak a közszférában, hanem a versenyszférában is, és én ezt úgy gondolom, hogy sokat segít vagy segíthet az elhelyezkedésben. Persze ahhoz, hogy az édesanyák vissza tudjanak menni a munkaerőpiacra, ahhoz a gyermekkel valamit kezdeni kell, bölcsődei férőhelyekre, óvodai férőhelyekre, és általában ugye az elhelyezésre nagyobb figyelmet kell fordítani. Ebben az ügyben azt tudom az önöknek mondani, hogy 2012-ben 817 új bölcsődei férőhely jött létre Magyarországon. Emellett uniós forrásokból finanszírozzuk a munka és a magánélet összehangolását elősegítő különböző pályázatokon keresztül mintegy 2000 új gyermekellátási férőhelyet céloztunk meg. De itt is az első fontos lépéseket tettük meg, ezen az úton kell úgy gondolom tovább haladnunk a következő időszakban. Nagyon lényeges az inaktív egészségkárosodott személyek foglalkoztatásával kapcsolatos szemléletváltás is. Ugye Magyarországon igen jelentős azoknak a száma, aránya, akik megváltozott munkaképességüként próbálnak a mindennapjaikban lehetőséget találni maguknak.
Nyilván azok számára, akiknek megmaradt munkaképessége van, és szeretnének valamit kezdeni magukkal a munkaerőpiacon, akár a nyílt munkaerőpiacon, az ő elhelyezkedésüket mindenképpen segítenünk kell. Ebben az ügyben számos jogszabályi és egyéb olyan környezeti módosítást hajtottunk végre, amelyek ezt a folyamatot segíthetik. Egyet hadd említsek itt meg, rehabilitációs kártyát vezettünk be, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy ha valaki megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat, akkor gyakorlatilag a járulék mentesen tudja ezt igénybe venni, és azért ha most forintosítani akarom, akkor mondjuk egy ilyen járulékmentesség ez éves szinten egy elég jelentős 400 ezer forint körüli összeget jelent, ami azért úgy gondolom, úgy, hogy nem kell pályázni érte egyébként sehová, úgy gondolom, hogy hatékonyan segíthet. Amit mi aktív foglalkoztatáspolitika eszköznek szoktunk nevezni, ugye a különböző bértámogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások és minden egyéb támogatási rendszer, ebben nagyságrendileg mintegy 117 ezer főt értünk el az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy ugye az előbbi számadatot tekintve, a 4 milliót tekintve, ez egy igen jelentős számnak tekinthető. A szakképzésről ugye az előbb már néhány gondolatot mondtam, nagyon-nagyon lényeges, én úgy gondolom, hogy az a papír, amit a fiatal a végzésekor kap, az ne csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is, valóságosan is alkalmassá tegye adott szakma űzésére, és ennek megfelelően igyekszünk a képzési rendszerünket átalakítani. Nem találtunk ki újat, ugye ez a duális rendszer számos Európai Uniós tagállamban működik, méghozzá jól működik. Nyilván ahhoz, hogy ez jól működjön, ahol azért egy olyan prosperáló gazdaságnak és munkaerőpiaci háttérnek kell lenni, ahol a vállalkozók adott esetben nem azt vizsgálják, hogy mennyit fizetnek nekem egy tanuló foglalkoztatásáért, hanem azt látja, hogy egyébként a jövőm függ attól a fiataltól, akit én most foglalkoztatok. Hát Magyarországon ugye kicsit speciális a helyzet, mert itt azért még igen intenzíven támogatni kell, és támogatjuk is ezt a fajta törekvést. Szeretnénk, hogyha a tanuló szerződések száma a következő években lényegesen növekedne, ezáltal a tanulók a valós életben, a gyakorlati életbe bekapcsolva tudnák elsajátítani minél előbb a adott szakma fortéljait, rejtelmeit. Átalakítottuk a felnőtt képzési törvényt is, hiszen ez a kettő azért kéz a kézben jár egymással, ugye általában a felnőtt képzés prompt módon viszonylag gyorsan igyekszik, vagy tud reagálni a munkaerőpiaci igényekre. Nem terhelem az itt ülőket ezzel kapcsolatban, legalább olyan jelentős a változás mértéke a felnőtt képzési törvény terén, mint egyébként a szakképzés vonatkozásában. Ugye számos vitára ad okot itt országhatáron belül a közfoglalkoztatás intézménye Magyarországon. Ugye ez egy meglehetősen jelentős, most azt tudom önöknek mondani, hogy nagyjából 500 ezer regisztrált álláskereső van Magyarországon, és ebből az idén több mint 300 ezer ember lett megszólítva a közfoglalkoztatás kapcsán. Van, aki rövidebb, van, aki hosszabb időre, de általánosságban, tehát több mint a fele azoknak, akik regisztrálva vannak. Ugye itt a filozófiai kérdés, vagy az alapvető kérdés az, hogy mit adjunk az embereknek, segélyt vagy munkát. Az előbb említettem, hogy Magyarországon óriási területi különbségek vannak. Azokban a térségekben, ahol nincs jelen az elsődleges munkaerőpiac évtizedek óta, és sajnos nagy valószínűséggel még a következő években sem lesz olyan mértékben jelen, ahogy azt mi szeretnénk, ott ezt a fajta foglalkoztatási formát meggyőződésünk, hogy használnunk kell. Van itt azonban fontos kijelentések, amik szerintem kellenek, hogy tisztában. Egyrészt átmeneti jellegűek ezek a foglalkoztatási formák. Tehát nem az a célunk, hogy tartósan, hosszú évekre, évtizedekre menően beragasszuk az embereket ebbe a formába, mert az zsákutca. Tehát átmeneti jellegű, nem cél, hanem eszköz. Abból a szempontból eszköz, hogyha az elsődleges munkaerőpiac, a gazdasági növekedés munkaerő keresletet generál, akkor legyenek olyan emberek, akik nem csak papíron, hanem ténylegesen is munkára kész és képes állapotban vannak.
Ebben az ügyben ez a fajta foglalkoztatási forma, meggyőződésünk, hogy sokat segít. Persze emögé is nagyon lényeges, hogy értékteremtést kell tenni, tehát nem haszontalan tevékenységgel kell eltölteni az időt, és ami másik nagyon-nagyon fontos, egyetértve az Unióval, hogy képzéseket, átképzésekkel kell összekapcsolni azért, hogy az esélyek, a következő időszakban a munkaerőpiaci esélyek, azok javuljanak. Hát ezen az úton járunk most, mert éppen egy olyan programot indítottunk most hónap elejénnel, ami 100 000 ember téli időszakban 100 000 ember képzésbe való bevonását jelentette. Fontos feladataink és teendőink vannak a Európa 2020 stratégiához kapcsolódóan a gyermekes családok szegénységi rátájával kapcsolatban, a súlyos anyagi nélkülözésben élők számának, valamint az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők számának 20%-os csökkentését vállaltuk ugye 2020-ig. Ez 450 000 fő szegénységből való kiemelésével egyenértékű. A meghirdetett felzárkózás politika részeként a magyar kormány az Európai Uniós elnöksége alatt készítette el az Európai Roma Stratégiát, illetve keretmegállapodást kötött az országos roma önkormányzattal, amelyben a felek célul tűzték ki többek között 100 000 roma munkanélküli foglalkoztatásba történő bevonását, és szak- és felnőtt képzés területén mintegy 50 000 legfeljebb szakiskolai végzettségű roma felnőtt piacképes szakképzését. Rendkívül fontos terület ez Magyarország számára is, hiszen ha az előbbi súlyos munkanélküliségi adatokat mondtam, ha a romák tekintetében vizsgálom, akkor itt bizony a legtöbb településen, a legtöbb helyen akár 90% fölé is megy ez a szám, tehát a roma származású a 90% a munkanélküli. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy ezen a területen rengeteg teendőnk van, és én azt gondolom, hogy Magyarország ebben az ügyben ugye a soros elnökség alatt sokat tett, és sokat is kívánunk az elkövetkezendő időszakban is tenni. Ami talán lényeges és pozitív értelemben meglepett bennünket, indítottunk olyan munkahely teremtő programokat, pályázatokat, ahol a roma származású embereket pozitív diszkriminációban részesítettük, tehát magyarul plusz forrást adtunk, ha valaki roma származásút foglalkoztat, és csak ezekkel a programokkalban az elmúlt 3 év alatt több mint 15 000 roma származásút tudtunk az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezni. Tehát magyarul itt is van lehetőség, nem csak a közfoglalkoztatás, nem csak az egyéb foglalkoztatási formák azok, amelyek érdemben segítik vagy segíthetik a roma származású honfitársaink mielőbbi elhelyezkedését. A magyar kormány elkötelezett a gazdaság élénkítése, a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások helyzetének javítása mellett is. Ennek érdekében indított el a növekedési hitelprogramot, amely 2000 milliárd forinttal támogatja a növekedés elindításához a KKV-t finanszírozása érdekében. Kormány olyan pályázati konstrukciókon keresztül törekszik a KKV-k támogatására, amelyek keretében a vállalatok támogatást igényelhetnek vállalati technológiai fejlesztésre, mellett a foglalkoztatás támogatása céljából új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésre és sok minden egyébre, amely a munkahelyeket a beruházások ösztönzésén keresztül új munkahelyeket generál. Végül szeretném hangsúlyozni a szociális partnerek meghatározó szerepét, az Európa 2020 stratégiában foglalt célkitűzések elérését szolgáló kormányzati intézkedések hatékony megvalósításában. A szociális párbeszéd erősítését és a szociális partnerek kapacitásának megerősítését uniós források felhasználásával támogattuk, amelyek alapvetően a szervezetek kapacitásának megerősítésére, valamint a munkavállalók számára nyújtott ingyenes jogsegély szolgálat létrehozására irányultak. Tematikus munkaadói munkavállalói együttműködési program irányul például a munkatörvénykönyve hatásvizsgálatára, vagy a szakképzésbe
vállalkozásfejlesztési ismeretek beépítésére, vállalkozásfejlesztési akadémiák működtetésére, stb. Stb. Azt hiszem, talán sikerült érzékelni, a jéghegy csúcsát kapargattam akkor, amikor most beszéltem foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről, azt hiszem, sikerült fölvázolnom azt, hogy az elmúlt időszakban meglehetősen szerteágazó, sokirányú és sokrétű megoldásokat kerestünk, és adott esetben sikeres megoldási sokat is találtunk foglalkoztatás ügyben, de mindezzel együtt nagyon messze vagyunk még azoktól a céloktól, amit szeretnénk, hiszen ha az uniós statisztikákra ránézünk, akkor bizony még a magyar foglalkoztatási ráta mindig az utolsó harmadban van, és Magyarország számára a 4 milliós létszám, foglalkoztatási létszám elérése az most álomnak tűnik, vagy talán most már közeli álomnak, de nekünk 4 millió fölött kellene tartósan a foglalkoztatati létszámot tartani egy 10 milliós országban, hiszen gyakorlatilag ilyen foglalkoztatási rátával nem leszünk képesek a problémáinkat kezelni. Bízom benne, hogy a következő évek, évtizedekben ez sikeres lesz, és az Európai Unióval együtt 2020-ra ezeket az ambiciózus céljainkat sikerül majd elérni. Köszönöm szépen a figyelmüket!